1840. augusztus 29. Ez a nap, amikor Magyarországon először készült nyilvános eseményen fénykép. 2003 óta minden esztendőben augusztus 29-én ünnepeljük a fotokulturális nemzeti örökség és kortárs fotóművészet értékeit. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport Országos Szövetsége, a MAFOSZ évente megrendezi e nap tiszteletére az ünnepséget. Dombóváron a Művelődési Házban is régóta hagyomány, hogy augusztus 29-én fotókiállítást szerveznek. 2003 óta Magyarországon augusztus 29-én Magyar Fotográfia Napját ünnepeljük. Ez így van nálunk is a Dombóvári Művelődési Házban. Minden évben ezen a napon, most éppen ugye ez egy kedrelség, valamilyen fotós kiállítást nyílik. Az idén Szarvas Antal barátunkat kértük meg, hogy hozza el a képeit. Ő hozzá nagyon régi ismerettség köt szinte valamennyiünket. Tisztelhetjük benne ennek a háznak a valamikori igazgatóhelyettesét. Azt tudtuk róla, hogy ő fotózik, viszont nem állította ki azokat. Körülbelül 50 éve volt talán 2-3 kiállítása, és azóta viszont ugye elteltek évtizedek, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok a pillanatok, amik őt érdeklik. Ezt nem mi akartuk kiválogatni, hanem megkértük Féja Sándor fotóesztétát, hogy segítsen nekünk ebben. Itt ma 60 kép került kiállításra, nem véletlen, hogy tehát nem véletlenszerűen kerültek a falra, ennek van valami logikája, ezt nekünk Féja Sándor állította össze, és a címét, ezt a marasztalt pillanatokat is ő adta, úgyhogy Féja Sándornak nagyon hálásak vagyunk, hogy segített ebben a nem könnyű feladatban, mert ugye nagyon nagy az a mennyiség, ami közül ki kellett választania azt, amit ma itt megmutatunk dombováriaknak. Szarvas Antal képei bemutatására a Művelődési Ház munkatársai hívták meg. Előzetesen kiválasztott 60 fénykép, amelyek Dombóvárhoz szintén kötődő Féja Sándor fotó- és filmkutató pszichológus filmtörténész válogatta ki a tárlat anyagát. Hát a kiállítás kezdete az az általános iskolából indult, ott ismerkedtem meg a fotózással, és azután a 70-es években elvégeztem a szakmunkásképzőt Szekszárdon, majd a szakmunkásképző után teljesen megszakadt a kapcsolatom a szakmával, mivel népművelő lettem, művelődési házakban dolgoztam, és aztán később a munkaügyi hivatalnál. De a fotózás, az mint gyerekkori álom vagy szórakozás, az megmaradt. Mindig van nálam egy fényképezőgép, és a napi eseményeket, vagy a napi pillanatokat igyekszem megörökíteni. Ez egy hobbi maradt, és ezek a képek, amik itt vannak, ezek a mindennapi életből vannak válogatva, és azokat, olyanokat fényképeztem, olyan pillanatokat, amik megragadtak. Hát ez tulajdonképpen a kezdetek kezdete óta van. Az egyik falon láthatók azok a portréképek, amelyeken nagyapám, nagyanyám van, vagy egy régi fotóstársam, itten dombóvári kollégám, a Varga Géza, aki sajnos már meghalt. A többi között vannak madarak, virágok, tájképek, tóképek, tehát időben nagyot ölel fel, nagy távlatot mutat, de a régebbi képek közül kevés van, az újabbak, a közelmúltban készültek közül több. A bemutató képek elrendezésükben reflektálnak egymásra, de önállóan is megállják a helyüket. Tájképek, portrék, dombóvári jellegzetességek és élővilágot bemutató fotók egyaránt helyet kaptak a kiállításon. Péja Sándor válogatta ki a képeimet, 102 darabot küldtünk fel a Sándornak. Nagyon sok képen van számítógépen most már, és a 102 képből Sándor 60 képet válogatott ki, és ezek a képek kerültek kiállításra. Hát nagyon közel áll hozzám azok a portrék, amik fekete-fehérben készültek még, tehát a régebbi képek. Az új képek közül, a tóképek közül talán a Mámor című kép, aztán a madarak közül az Egyedül, vagy a Várom a párom című. A virágok között is van olyan, ami tetszik, például a lila orchidea,
sok kép az, ami tetszik.